Sziasztok! Eljöttem ismét kártyaversenyre. És vannak itt páran, sőt, kimondottan sokan vannak. Úgyhogy most nem akarok magyarázni, de fogok magyarázni, de most úgy jöttem el versenyre, hogy kicsit más a koncepcióm, mint eddig volt, mert most nem az a lényeg, hogy én versenyzek, hanem arra vagyok kíváncsi, hogy milyen maga a verseny. Persze versenyezni fog, de nem szeretnék semmilyen eredményt elérni, ezért olyan paklival jöttem, amivel nem is lehet semmilyen eredményt elérni. Úgyhogy bár Dave-nek mondtam, hogy rá fogok kenni, aki nem tudná, ő Dave, ő csinálta az előző paklimat a fantomképzés videóhoz. Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy nem tudom, hogy milyen lesz ez a videó, de a tervem az, hogy nem az lesz a lényeg, hogy én milyen eredményt érek el, hanem hogy milyen itt a hangulat és milyen a verseny. Akkor főci! Amire kíváncsi, a veszélyes fajommal hány goblin mező lesz? Igen. 8. Ugye? És 10. Szerintetek mi lesz a legnépszerűbb? A goblin mezőre. Igen, csak azon kívül. A goblin mezőre. Nem megyek mezőre. Na akkor elmondom nektek, szóval az én paklimat, az ugye volt a múltkor az erdő paklim, ami életképes, viszont veszélyes fajon egyedül éjfattyakkal lenne életképes, mert az éjfatty áramol. Viszont én ugye azt szerettem volna, hogy ne éjfatty paklit csinálják, hanem nekem vagy angyal pakli, vagy szirén pakli, mert ezekből van meg a megfelelő mennyiség. Angyal paklival akartam először jönni, csak az annyira unalmas, annyira sótlan most így egy veszélyes fajra az angyal, hogy arra gondoltam, hogy teszek bele egy csavart, és eljövök ezzel, és beleteszem a sziréneket, amitől a pakli életképtelenné vált. Tehát ezért esélyem sincs arra, hogy bármilyen eredményt elérek, ezért az lesz, hogy kicsit játszok, de mondom, most nem az lesz a lényeg, hogy én milyen eredményt érek el, az lesz a lényeg, hogy például a cirkos Dani milyen eredményt fog elérni. Micsoda? De mivel jöttél? Én kocsival. Remélem nem goblin mezőre. Dehogy is, sem. Én hálócsapdázok, és az egyetlen célom, hogy ne goblin mező nyerjen. Szerinted mi lesz ma a legnépszerűbb veszélyes fajok? A semleges csatamező. Egyértelmű. Akkor... És azon kívül szerintem, mik azok, amikből még érdemes, vagy amivel lehet? Készülni kell, ha nem? Ellene? Aha. Én például a sárkányokra jöttem, lassan jár. Én kihagyom az amatőrt, hagyják át profiba. Szerinted mi lesz most a goblin mezőn kívül még? Mert ugye az valószínűleg az az első. Lesz még goblin mező. Gyársárkány. Ugye mondom. Lesz válogatós manó. Az is angyalok lesznek hálócsapdával. Amúgy profiba, isteni szövetségben játszik, a két szilet fellájt és rat, és mondom a rat, akkor ott van be híres ember. Hát azt mondja, hogy... Nem fér be. Azt mondja az úriember, akit nem mutatok, hogy nálam amatőrebb. Hát keresem azt az embert, aki nálam amatőrebb. És nálam rosszabb eredményeket ért el. A kezdet mutathatom. Én vagyok. Ott, ő. No, van egy ismerős arc, akivel többször... Ugye láttátok, többször versenyeztük, és ő nyert legutóbb. Szerinted ma veszélyes vagy, miből lesz a legtöbb? Hát goblin mezőből. Egy-két sárkány, sárkányjárt. Szerinted? Termik. Igen? Na, a termiket még senki nem mondta. Pedig a termik ez tökó lesz. Meg az elfet sem az is. Dehogy nem, egy morfal megvan a 33. Meg az angyalok nyilván. Sehogy se készültem fel, úgyhogy... És te goblin mezőre vagy? Nem. Orglingozok. Meglepő módon. Fú, de hogy én az Orglingokat úgy utálom. Attól kaptam ki utoljára, hogy az Orglingtól nagyon csúnyán. A kurva idő és mágiájuktól. Mi lesz még? Mi lesz még? Ami jelen. Hát tudom, hogy szirének mondjuk. De az lehet, hogy lesz. Arról tudok, hogy lesz legalább 2-3 ember vele. Talán termikek. Én is szirénnel vagyok. Sárkányok. Kávé ezek, amik így. Hallottam, és mi az, ami szerinted alulértékelt, ami szerinted tök jó lehet, de nem veszik az emberek észre, vagy nincs olyan? Drakolderek talán. Meg én, amikor legutóbb játszottam folyan, akkor nekem az emberpakli volt, ami tetszett nagyon, és kijött. Na, működött. Találkozom egy emberrel, aki ő megismert engem, én ugye nem ismertem meg őt. Elmondhatjuk, mivel jön? Sárkányokkal. Lassan jár. Miért nem lepődünk meg, ugye? Szerinted mi lesz sok? Szerintem burástya is lesz. Azt ma még nem hallottuk. Kis turpisság, hogy ő azért kezdte újra a játékot, mert az én videóimat látta. És önnek tök örül. Hányadik verseny? Harmadik. És milyen eredménnyel dolgozol eddig? Tehát, hogy
Hát az első az egy ilyen tesztverseny volt, semmilyen eredménnyel, utolsó előtti. Vagyunk így ezzel páran, igen? A múltkori az egy hónap ezelőtti behús verseny, az pedig középmezőny. Neked a múltkori. Nem, én a múltkor konkrétan középső. Középső volt, igen. Centrálni kell, koncentrálni. Az esélyt, az nem én vagyok. Dehogy nem. Remélem összeakadunk még, és akkor megvert, és nem lesz utolsó helyen. Valami lesz, legalább leikszelünk. Valami, jó van. Kérem szépen, hogy aki nem mutat be sort, az fáradjon át a másik termünkbe, az is amilyenk a 104-es terem. Most ez a sorbemutató, az hogy működik, az emberek kiteszik a mindenki az asztalra lapjait, vagy? Igen, tehát mindenki kiteszi mappába, vagy csomagolva, vagy ahogy vannak a lapjai, és nekünk is megvannak a saját soraink, és akkor az alapján ellenőrizzük, hogy jó-e. Reméljük, hogy minél többen sorba tették, mert akkor jobban gyorsabb a történet. Hogyha valakinek csak egy van meg, az is jó, ugyebár egy teljes sorért jár egy darab folyos lap, egy darab foly teljes sorért jár kettő, hát nálam például három van teljes, tehát nekem három jár. Tehát nekem három van mindenből, tehát nekem mindenből van. De folyló nekem nincsen. Nincs. Szevasz, főnök! Két foly sor van csak. Csak. Na, a többi csak azért hagytam benn, mert az elején úgy volt, mikor leraktam, hogy lehet, hogy hármat mutatok, de... És akkor így... De mennyi hiány? Sok hiányzik folyból, tehát hogy nem lett volna már esély arra, hogy ez így... De nem akartam rákölteni, mert egy csomó olyan gitlap van, ami utána nem használok, és többen került volna a leves, mint a hús. Tehát, hogy most ebből a... Én elhiszem, hogy ezekből vannak jó lapok, de szerintem vele sem fogok játszani a jövőben túl sokat. Ebből is valószínűleg elég mindegyikből kettő. No, kimegyek, akkor itt hagyom, hogy bemutassák a sorokat. Tehát az a lényeg, hogy most itt lesz, hogy mindenki megmutatja, hogy összegyűjtötte az összes lapot, mindegyikből egyet. De én nem szeretem, nekem nem szokásom ilyen szinten gyűjteni. Tényleg csak azokat gyűjtöm, amikkel játszom. A többi az nem érdekel. Az van, hogy végre találkoztam az első emberrel, aki bevallja, hogy goblin mező. Goblin mező. Sajnálom. Mert mindenki azt mondja, hogy rohadt sok goblin mező lesz, igen. De senki nem azzal jön. Így van, mint a barátok között. Igen, igen. És mi lesz, ha összeakadt egy másik goblin mező? Erre is készültél? Hogy... Persze. Nézzük feszültel egy mást is, akkor ennyi. Nukleáris csatacicskán. Az van? Van nekem hát. Nukleáris. Az jó, de az jó van most? Hát, nekem nem lehet csontolók érve, akkor neki sem legyen. Csontolókban állunk, ha nincs csont, akkor... Dögöljön meg a szomszéd csontja is! Kurva jó! Tudod ki ő? Ryan Gosling. Hasonlítok Ryan Goslingra. Régen Justin Timberlake-re hasonlítottam, még fiatalon, most már nem. De fiatalon Justin Timberlake voltam. De nem táncok olyan jól, nincs olyan jó hangom, nincs annyi pénzem és nem zongorázok úgy. De egy héttel idősebb nálam konkrétan. De jobb helyezést értem el a HKK-ba, ebben igazad van. Tehát Justin Timberlake-nél, és jobban is HKK-zott. Mivel jössz? Hogy goblin mezőre. Nem, kísértet. Spoiler. Phantom útja a kísértet is. Miért nem lepődtem meg? Azt hittem legalább valami, de nem. Goblin mér a mezővel, és a mező mér a goblinnal. Tehát miért találtok ennyire egymásra? Hát mert ez a legstabilabb koncepció igazából. Kvarga, kitimbel, gyerekek, kvarga. De például a mező mással nem lehet kész? Elég. Goblin erőforrása van, kántere van, leszedése van, pörgése van, mindene van. Ez a leguniverzálisabb erre a formában. Nem jól totem Istennel? Jól totem Istennel is, csak az már kikap a lassan járás koncepcióktól, ki lehet kapni, nem tudom mik vannak még, amikor fajon egyébként dominálnak. Megszünteted a fajon a követőt igazából, tehát ugye sokan építenek epikusra, követőre, ilyesmi. Például egy motyogódek, és már megakad a motor. Aha, és így akkor van. Emiatt. De például én mezővel nem tudnék más fajtajat kitalálni, vagy... Biztos, hogy tudsz, csak ez az első élvonal. És mondjuk lehet, hogy tudnál motyogózni is, de az meg lehet, hogy egyéb setupban jobban működik. Na, megtörtént a sorsolás, és szerintem ez is jelent valamit, hogy az utolsó kezdőasztalra kerültem. Ugye? Tehát az elején ugye szerintem random, vagy az... Szia! Lelet fog játszani? Aha. Na, kíváncsi vagyok, mivel lesz első ellenfele, mivel lehet tippelni, hogy goblin mezővel jön, vagy jár sárkánnyal. Ezek a tippeink, de majd meglátjuk, hogy mivel jön. Az első ellenfelem Bence. Sziasztok!
És még nem tudom, Bence, mivel lesz, de már látom. Mivel ma úgy kezdtem, hogy én ma nem az eredményért jöttem, ezért lehet, hogy nem is nagyon veszem fel a mérkőzés, csak egy-egy fontos pillanatot. Akkor én kezdem az elsőt, a deckemet ismeri, szerepcserés deck, látta videóban, tudja, mit tud a deck, de azt hiszi, hogy tudja, ugyanis az nem veszélyes faj volt. Azért ezt el kell mondani, hogy a legelső lépése ez volt. Múltkor emiatt kaptam ki, úgyhogy valószínűleg most is kikapok az Orlinkjém, azt legyék, hogy jöhetek? Gondolom ennyi. Azért megmutatom, hogy jól játszik az ellenfelem, nagyon jól játszik, én 12-ben vagyok, és ez a max életpont, nem? 14 a max. Széleljen valahol 14 a max. Kaptam egy Orlinkját. 14 a max életpontom. Hát nagyon szarul áll. Negyedik kör van, és megint egy kém. Ez botrány. Itt kémkednek utána. Hát híres vagyok, ne kémkedjél. Tudod mi van. Megnyertem. Nagyon ügyesen játszott. Nagyon durván tolta. A végén betörte a követőmet, egyre maradt, ugye? Vagy mennyiben? Három maradt, a hármat megcsináltam. Ha nem töri be a követőmet, akkor én cseréltem volna, egybe maradt volna a végére, és következő körbe dobótőre azt az egyet belelőtt. Hát azt az egyet mindenki belelőttem volna, úgyhogy egy körrel később halt volna meg. Megőrít, ezzel kezdi. Érted? Ezzel kezdi. Bíró Bubu azt mondta, hogy ez annyira nem egyértelmű állás, mert én azt hittem, hogy veszítek, mert 7-ben vagyok, 3 varázspontom van, egy Minotaurus eunukom, hogy a szirének csábítanak, még akkor is, ha erdőben élnek, még akkor is csábítanak. Neki egy olyan van, tehát még akár ez a második mérkőzés, úgyhogy most gyorsak leszünk. 3-ban vagyok, és ilyen az asztalom, az ő asztala semmi, és ez az utolsó kör, mert vagy én ölöm, vagy ő öl meg most engem, mert 3-at belém sevez, vagy én ölöm meg őt, mert utána én sevezek bele 3-at. Mert ő 15-ben van. Hát hogy jön ki a matek? Tudjuk. Na, hogy izgalmasabbá tegyem a sztorit, azért csak mutatom, hogy mi történik. Én 3-ban vagyok, az apróság úrnőjével előkészített egy dobótört, amivel 2-t belém fog sebezni, tehát 1-ben maradok. Kérdés az, hogy azt az egyet meg tudja most oldani. Ha meg tudja, meghaltam. Ha nem tudja, ő halt meg. És nem tudom. Harmadikat kezdjük. Fluxus terelő. És egy olyan lapot rak ki, amiről még életemben nem is hallottam. Ha egy játékos VP-t kapna, akkor ő húz egy lapot, vagy még kap egy jelzőt. Csú, én meg VP-t kapok. Ez rám is van. Amiatt nem tudtam kijátszani a szerepcserét, és nem nyertem meg a játékot, de hát még van esélyem. Utolsó köre van, mert lejárt az idő, 17-ben vagyok. 7 manát kapok. Kiderül, hogy mi van. 5-1. Mennyi mező van? Sok goblin mező? Amatőr kategóriát néztem meg, ott 4 darab goblin mező van, plusz még láttam 3 vagy 4 másfajta goblint. A kezdőket nem néztem meg, hogy őszinte legyek. Na, mit játszottál? Döntetlen lett. Mit játszottál? 4-2-t pörögnek az angyalok, nagyon kurva kemény az adás. És mi ellen játszottál? Orgling epikus. Én kiszoktam. Mi ellen? Legfőbb követő. Itt vagyok. 5-1-re nyertem. Ugye szuper! Igen. 2-t nyertem, egy döntetlen. De most színekkel játszom végig. Szirén. És nem sokáig fog kitartni a szerencsét. Megkaptam az ellenfelemet, Balást, ugye akivel már beszéltünk. Azzal jött, amivel számítottam. Sárkány úrnő lassan jár. A kettes asztalnál vagyunk. És szerintem nem voltam még kettes asztalnál, úgyhogy nagyon izgulok. Nagyon jó. Ő pedig az egyes asztal kezdő, legjobb kezdő jelenleg ő. És most ezt kaptam ajándékba, csak úgy hívom. Ezért legyetek híresebb, mert kaptak az emberek, hogy csak úgy ajándékot. Én kezdem, de nem szeretném a szomszédomat zavarni, úgyhogy most megint akkor nem videózok, meg odafigyelek. Azt mondtad, hogy figyeljek oda, ne videózzak. Úgyhogy akkor most az lesz, hogy akkor a végeredménnyel jelentkezem. Most van elég anyagom, úgyis nem lesz úgyse rövid videó. Megnyertem volna, egybe voltam, és kijátszott az 1000 éves drop. És annak hajt, hogyha én ezzel tudjuk egyetek, és mindig kettőben vagyok. Az elsőt elveszítettem. Ha nem használom el a dobótőt, akkor megnyertem volna, csak attól féltem, hogy akkor meg túl sok varázspontja lesz, és rettegtem, hogy akkor lesz 4 varázspontja. 4 varázspont meg elég sok. És a... Na mindegy. Hát nem baj, megoldottuk. Eddig 1-1, és szerintem már nincs idő harmadikra.
de megpróbáljuk. Jó volt, kurva kemény, nagyon kemény ellenfél. Vért izzadunk. Na, hát a... Nem, ez az utolsó körbe az volt, hogy utolsó kör volt, az én utolsó köröm után jön az ellenfél. Néztem, matekoztam, azt mondtam, itt már nekem nem terem babér, úgyhogy feladtam. Ha nem adom föl, akkor meg most játszunk mégis megölni. Tehát igazából nem feladtam, hanem megölt, csak fölgyorsítottuk a dolgot. Úgyhogy kurva jó volt. Nagyon jó volt, ez 2-1, de ő nyerte. Nagy szerencse volt. Amúgy nyertél volna. No, közben találkoztam Bálinttal, aki meséld el azt, amit nekem meséltél az előbb. 96 és 99 között játszottam HKK-t, és eltűntem, mert külföldre költöztem. Viszont megtaláltam híres ember csatornáját egy fél évvel ezelőtt, és abszolút motivált, hogy újra eljöjjek egy versenyre, megnézzem bontsa kártyákat, úgyhogy így abszolút motiváló volt látni. Na, ez tök jó! Tehát... És szurkolom neked! Köszönöm szépen! Van értelme, akkor csinálom a videókat, ez tök jó! Ez ilyenek mindig jól esnek, és nyugodtan gyertek ide, mert visszajelzés az nekem kell, hogy nem fölöslegesen csinálom a videókat, hanem tényleg van, aki... Annak tök örülök, és akkor majd találkozunk versenyre, te is. Gondolom, akkor kezdőbe jössz, ugye? Lehet, adsz kölcsön pár lapot. Adok kölcsön pár lapot. Csak ne akart, hogy segítsen paklit építeni, mert az nem megy. Az nem megy. Sőt, olyan paklival jöttem, amivel csoda, hogy itt ülök. Tehát olyan. Ellenfelem Matyi. Nem szeretném sokat mutatni, mert ő nem ez a szereplős típus, úgyhogy nem akarom kihívni. Meg tényleg bejött az, hogy ha a játékra figyeltem, akkor csak 2-1-re kaptam ki. És én majdnem angyallal jöttem, most megnézzük, mit tud egy angyalnak. Úgyhogy most egy kicsit megint pihenőre megyek, mert már kezdek fáradni nagyon, úgyhogy arra gondoltam, hogy inkább most játszom, és utána majd beszélünk megint. Az eredménye jövő. Na, Matyit sikerült, kijött a kombom, sikerült győzedelmeskednem felette. Hát féltem az Istenről, mert azt hittem, hogy legyilkol, megöl, kinyír. Megleptem Matyit, csak az a baj, hogy most szájdolunk. Én nem akarok semmit szájból átrakni, mert nekem minden úgy jó, ahogy van most még. Mennyire voltam Geci 1-től 10-es listán? Ez elég szemétkőzés volt. Jelzem, hogy itt van valahol Dave, aki az egész paklinak az atya volt, Dave-et utálna engem. Amúgy Matyi is tapasztalt vén róka, mert háromszor volt láncsőmben, meg kétszer volt behós verseny, tehát azért kicsit megjogottam, nekem már volt 5 verseny, nekem lehet, hogy 6 vagy 7 versenyen volt már, lehet, nem tudom, nekem is jó, de én is már egy volt. Az ellenfelem utál téged, mert te raktad össze ezt a vekket. És egyébként van a mérgező rakszám. Na, elveszítettem a másodikat, és közben véletlenül bekapcsolva a komment, és 14 percen keresztül mindent vett. És csak azért, hogy 14 percen keresztül, mert lemerült az aksi. Na mindegy, az a lényeg, hogy nagyon ügyes az ellenfele megvert, tehát eddig egy-egy az állás. 8-at csebeztem bele, és őrangyala megmentette, úgyhogy az őrangyala miatt most 6-ban van. Picsába. Nincs B-tervem. De hát az van, hogy 11-ben vagyok, és itt maximum 10-et tud elvileg sebezni. Hát a következő körben akkor ott vége. Meglátjuk. Hát a végén X lett. X lett a vége, mert az utolsó kör, ugye lejárt az idő, és a szerepcserénél ugye kicseréltem, mindegy. Lényeg az, hogy X lett, ledöntetleneztük. Jó volt. Nekem tetszett. Nem értem, te is jól érzed. Egy illet az eredmény. X. Első 4 asztalból megyek át a... Megyek vissza a bukottak közé. Hát ez egy ilyen szar pillanat, viszont ha ezt megnyerem, akkor majd jövök ide vissza. Nem akarom megnyerni, nem akarok visszajönni. Maradok itt a bukottak közt. 5-ös asztal, az hol van? Az itt van, ott. Kiderült, hogy mostanában mindig egymás mellett játszunk, mert Ufo Phantomban is egymás mellett játszunk. Igen, most is itt mindig egymás mellett játszunk. És ő volt az első, akit megvertem, van erről a videó, és én elfelejtettem. Nagyon szerencsés vagyok. Ez nagyon szerencsés, én is szerencsés vagyok. És ki az ellenfelem? Te vagy? Semleges csatom ezővel? Meg. Várjál. Hogy lássad, hogy mi van. Várjál, csak ami... Nem nekem a fontos, hogy lássad. Na, az van, hogy ellenfél pakliából ki kell vennem 7 lapot, fogalmam sincs, mik ezek a lapok, életemben nem láttam őket. Úgyhogy kiveszem a folyókat, mert a folyókat nagyon nem szeretem, úgyhogy... Hát, szegény DV-kapért kivettem. Az azt mondja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Az a lényeg, hogy gyerekek, ezt ne csináljátok utána, ne kövessétek ezt a példát, ez nem jó példa, hogy
random kikapsz izékat. Zolajdampotosok. 6 folyót volt, akkor legyen ez. És akkor csatamező ellen. Akkor ezeket velőség kell venni. És azt mondták, hogy én vagyok Aljanik. Nem én vagyok Aljanik, a csatamező. Köszönöm szépen. Ellenfele Bence, és pont ő a legveszélyesebb ellenfél. És ő fog engem porigalázni. A magabiztosságommal úgy csinálok, mintha bármit is érnék, de esélytelen, esélytelen. Nagyon durván nyomja, nagyon ügyes, borzasztóan ügyes, figyelmes, tehát pont annyira figyelmes, amennyire én nem, és ő nem engedi, hogy bármit is cselekedjek. Tehát sziréneimet a goblinok gyilkolják, abszolút, folyamatosan. Az egyedül, ami vigasztal, hogy ő is itt kullog hátul, tehát ő sem volt annyira sikeres, ahogy én sem. Ugye mivel egy asztalnál ülünk, te sem voltál annyira sikeres. De nálam sikeresebb lesz sajnos. Bence kérdése volt, hogy vegyem ezt, ahogy ellopom egy napját, mert valamire nagyon készül. Ott is a megesítéshez. Na mindegy, az. Bence nagyon körmönfond minden hájjal megkent az ember. Már van ez nem is értés, ugye? Én ezt én tudom. Ezt szeretném elvinni. Hát mit viszont legyen? Az. Kiáltasok, hogy lopjál. Egy, kettő, ja, ezt akkor nem tudom, akkor is ez meg fogja akadályozni. Ezt tudod, meg ezt tudod. És ez meg fogja akadályozni egy csontért. Meggyilkolt a paklimat teljesen. Tehát igazából ezt érdekes, egyáltalán nem élvezem, semennyire sem, mert ettől féltem, hogy semleges csatamező, az minek? Tehát az esélytelen. Esélytelen. Akkor már beteszem híresen, mert mi bajom lehet, érted? Akkor már vagánykodjunk. Akkor beteszem Bladzsit. Úgy döntöttem a másodiknál, már a végén dobótőre ledobhattam volna meg minden, de már annyira, ez a csatamező nekem annyira elveszi az életkedvet, mint az én erdőbe szél másoknak az életkedvet. Viszont azzal a különbséggel, hogy mások nem dobják be nekem, én bedobtam, és a harmadikat is oda dob neki, nem is érdekel. Ma úgyse azért jöttem, hogy nyerjek, ahhoz képest elég jól játszottam, ahhoz képest elég jól nyertem. Egyáltalán esélytelenek nyugalmával jöttem. Miklós is azt mondta, hogy ezzel a paklival minek jövök. És ahhoz képest tök jó lett. És ahhoz képest azért egy bukta, egy nyerés, meg egy X, az elég szép eredmény egy ilyen paklival. Ez most egy full bukta, de ez olyan szinten bukta, hogy itt most nem is akarok szépíteni. Nem akarok harmadikat visszavágni, nem érdekel, feladjuk, elengedjük, nem. Ne szájdoljál be mindent, nem érdekel, nem. Tudom, hogy játszani jöttél, nem játszol, játszál tavarával, leülsz a paklival, játszol vele egyet. Köszönöm szépen, nem úgy, hogy készfogás, ez kell végre. Köszönöm szépen. Nagyon ügyes volt, nagyon ügyes volt. És most tavar ezért aláírni neki, de csak ezért aláírni neki. Kikapott volna tavar, csak egyet jól áll. Minden win miatt kap egy aláírt. És jól látsz a hálócsapdában? Nem. Nem készültem Orgling a side-ból, ami úgy tűnik hiba volt. Ezt meséljél! Veled közben tudod, és nyertél, és jó? Hát jó volt, és nyertem, és nem tudom, mi történt. Úgyhogy kicsit fáradt vagyok. Vagyunk így ezzel bárhoz. Várjál. Nagy Bence 2. Gratulálok. 14. Szabó Nil 3, igen. 14. Szabó Nil. És én kaptam, köszönöm szépen. Akkor ennyi. És van egy kiváló folyész ellenszolgálat. Nektek is megkívánom, hogy szeretem szolgálni. Megyek haza, jó volt, itt játszanak még a profik, játszanak még az amatőrök, a kezdők azok feladták, úgyhogy én hazamegyek. Azt nem tudom még, hogy a kocsim az megtalálom-e, vagy hát igazából olyan helyre álltam, ahonnan nem tudom, ki tudok állni, majd mindjárt kiderül. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, örülök, hogy itt voltatok. Aztán én hagyományosra mennék inkább, mert a hagyományosra jobb a pakli, inkább arra való. Úgyhogy szavaztok. Többé nem akarsz már senkinek se tetszeni, most vagy csak magadnál, át lehet fedleni.
tárgyát. Ha megfelelni akarás, csukom a szemem, tárom a kezem, indul a szaladás. Ma szabad leszek, nevet kérek, mint egy kisgyerek. Hátradőlő, kikapcsolok, érzem, hogy ez így kerek.